Isten igéjét olvasom közöttetek a példabeszédek könyvéből. A példabeszédek könyvének 18. fejezetéből egyetlen verset, a 24-et. Így szól hozzánk Isten írott igéje. Van ember, aki bajba juttatja fele barátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Aki esetleg a Facebook eseménynél elolvasta a leírást, az tudhatja, hogy a mai estén a barátságról, a barátság erejéről lesz szó. A barátság szerintem egy nagyon nehéz téma, sokszor talán nehezebb róla beszélni, mint magáról a szerelemről. Mert a szerelem vagy a párkapcsolat az kézzel fogható, mert az van, vagy nincsen. De a barátság ennél sokkal megközelíthetetlenebb. Mert sok kérdés felmerült bennem. Ki a barátunk egyáltalán? Vagy mi az, hogy barátság? Honnan nevezhető egy kapcsolat barátságnak? Mikor mondhatjuk azt egy másik emberről, hogy na, ő már a barátom? Aztán ott vannak az ilyen árnyalatnyi különbségek, a haverok és a barátok között. Aztán ott van az érem másik oldala, hogy mi van, ha úgy érezzük, hogy nincs is barátunk, és minden vágyunk, hogy legalább egy barátunk legyen. Ezek a kérdések nekem nagyon szorosan kapcsolódnak a barátság témaköréhez. Aztán még ez is felmerült bennem, hogy akkor végül is tényleg ki a barát? Vagy ki az, akinek sok barátja van? Hogyha a Facebookon több száz, vagy akár ezernél is több ismerősünk van, akkor az a sok-sok ember, az mind a barátunk? Vagy az, akivel egy csapatban sportolunk, akivel van, hogy napi kapcsolatban vagyunk, akivel jót beszélgetünk az iskolában vagy a munkahelyünkön, az a sok ember, az mind a barátunk, akivel jól szórakozunk együtt, akivel úgy érezzük, hogy hasznosan töltjük az időt, akár egy egész napot, vagy akár egyetlen egy délután. Ezek az emberek mind a barátaink? Aztán most már ígérem, nem lesz túl sok kérdés, de még néhányat hadd tegyek föl, hogy gondolkozunk kicsit azon, hogy vajon kinek a jó? Annak, aki népszerű? Annak, akit állandóan sok ember vesz körül? Vagy annak, akinek csak egy barátja van, de az mély, az lelki, az a legjobb barát? A példabeszédek könyvében az a kifejezés, hogy barát, amelyet barátnak fordítanak, nagyon tág jelentésű. Az eredeti szövegben szereplő kifejezés jelenti a másik embert. Az embertárstól, a fele baráttól kezdve a közeli, hűséges és igaz baráti. Tehát jelenti akár a felszínes barátságot is. És ebből az következik számunkra, hogy a barát igazából nem is egy konkrétan megfogható, egészen pontosan definiálható kapcsolat, mint például a házastárs, vagy a más sokodi kapcsolatok, a testvér, az unokatestvér, ezek egyértelműen behatárolhatók, de az a fogalom, hogy barát, ez így önmagában nem. Mert a barátok köre az életünkben egy hálózat, amit mi magunk alakítunk ki. Sokszor tudatosan, de legtöbbször akár a tudat alatt, hiszen függ attól, hogy milyen a személyiségünk, hogy milyen életmódot élünk, hogy egyáltalán milyen élethelyzetben vagyunk éppen most, ez is mindig változik. És ezek a tényezők mind-mind befolyásolják azt, hogy milyen közeg vesz minket körül. Ki azok, akik éppen most ebbe a barát zónába tartoznak bele. De tényleg nehéz lenne egy pontos határt húzni, mert ellentétben azzal, hogy például amikor két ember házasságot köt, akkor ott már egyértelmű az előtte és az utána. Amikor gyermekünk, testvérünk vagy egy rokonunk születik, akkor is egyértelmű az, hogy milyen kapcsolat van közöttünk. Amikor belépünk egy iskolába, egy munkahelyre, akkor egyértelmű számunkra az, hogy ki a tanár, ki a diák, a főnök, a beosztott. Ha egy olyan helyre lépünk be, ahol ismerősek vagyunk, akkor ezeken nem kell gondolkodni. A felnőttek elég ritkán mondják azt, hogy mostantól legyünk barátok. Gyermekek szájából sokkal többet halljuk ezt, és az ellenkezőjét is, a most már nem leszek a barátod kifejezést is. Pedig a barátság a felnőttek világában is teljesen egy ott lévő, teljesen természetes és valóságos létezik, sajnos az örömökkel és a csalódásokkal együtt. Ez az életünknek a szerves része.
az, hogy csalódunk akár a barátainkban, vagy az, hogy együtt örülünk velük, ez mind-mind ott van, és teljesen kikerülhetetlen és elkerülhetetlen. És éppen ezért szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, ha közösen megvizsgálnánk a példabeszédek könyvének ezt az igéjét, amiben a barátságról olvasunk. És a kérdés, ami alapján szeretnék ezt nektek most felvezetni, és szeretném, ha együtt gondolkodnánk erről, az az, hogy mire hív minket ez az ige? Milyen az igazi barát? Miben rejlik egy igaz barátságnak az ereje? Az első kérdés, amit föltennék, összesen 4 kérdésről fogunk beszélni. Az első kérdés, amit föltennék ezzel kapcsolatban, kész vagy a másikért, és nem önmagadért lenni egy barátságban? Ez az első, ha mindent meghatározó, és a legfontosabb kérdés. És akkor is ezzel a kérdéssel kellene szembenéznünk, hogyha arra tekintünk, hogy mit keresnek ma sokan a barátságban. És itt nem pont azokra gondolok, akiknek barátaik vannak, akik népszerűek, hanem azokra, akik visszatérően csak sóvárognak a barátok után. A másik, hogy akkor is fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy kész vagy-e a másikért, és nem önmagadért lenni a barátságban, hogyha ahhoz szeretnénk magunkat szabni, ha úgy szeretnénk magunkat formálni, amit a Biblia az emberi kapcsolatokról tanít nekünk. És mindjárt itt az elején rá kell mutatnom egy nagyon fontos tényezőre, hogyha a barátság érdekében minket csak a legerősebb érzelmi szükségleteink mozgatnak, hogyha csak az a motiváció, hogy tartozzunk valakihez, akkor sajnos el kell mondanom, hogy rossz úton járunk. Ha azért szeretnénk barátokat szerezni, hogy megszabaduljunk a magánytól, az egyedülléttől, hogy csak valaki értsen már meg minket végre, hogy csak egyszer az életben fontosnak érezhessük magunkat, akkor céltévesztettünk. Mert ezek a dolgok mind arra irányulnak, hogy mi mit szeretnénk. Ha csak azért akarunk bekerülni egy közösségbe, egy társaságba, hogy ezeket a hiányokat betöltsük, ha csak szeretnénk felhívni magunkra a figyelmet, hogy hello, én is itt vagyok, Léci, most egy kicsit mindenki rám figyeljen, akkor rossz úton járunk, hiszen ez csak rólunk szól, és nem a másik emberről. Egy híres teológus a következőképpen mutat rá erre. Ő párhuzamba állítja, vagy egymás mellé állítja a szerelmet és a barátságot. Egy idézetet hadd olvassak fel tőle. A szerelmesek mindig beszélnek egymással a szerelmükről, a barátok azonban alig teszik ezt barátságukról. A szerelmesek rendszerint arccal egymással szembefordulnak, elmerülve egymásban. A barátok egymás mellett egy közös érdeklődésben találják örömüket. Valamint ugyanennek a szövegnek egy kicsit későbbi szakasza. Az alapvető feltétele annak, hogy barátaink legyenek az, hogy a barátságon túl valami mást is akarjunk. Különben nem lenne a barátságnak miről szólnia, pedig a barátság mindig valamiről szól. Még akkor is, ha ez nem más, mint a dominó, vagy a fehér egerek iránti lelkesedés. És ezért fontos az első kérdés, hogy kész vagy-e nem csak önmagadért lenni a barátságban. Amikor barátról, fele barátról, embertársról van szó, a példabeszédek könyvének bölcsessége nem lép túl, vagy nem kerül szembe a Tóra és Jézus tanításával. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A másik emberrel való kapcsolatban, és ez a lényeg, nem te vagy az első. És ez mindenfajta szeretetnek a lényege. Nem mi vagyunk az elsők. És ez a lényege a baráti szeretetnek is. A barátság tehát nem egy mély érzelmi szükségből fakad. Nem egy olyan dolog, ami barátért kiállt, hanem csak egy spontán közös érdeklődésből, az egymásra találás öröméből születik. Különböző szintű barátok vannak az ember kapcsolati hálójában, és fontos, hogy ezt megértsük és elfogadjuk, hogy nem lehet mindenki a legjobb barátunk, vagy nem lehet mindenki csak a haverunk, hanem különböző szinteken helyezkednek el ezek az emberek. És fontos ezt is tudnunk, hogy ha szeretnénk, hogy valaki a legjobb barátunk legyen, azt nem lehet erőltetni, azt nem lehet akarattal ráerőszakolni a másik emberre. Ezek a barátságok a közös
közös elfoglaltság során kialakulhatnak, de nyomni, erőltetni semmiképpen nem lehet. A barátságot egy másik emberből nem lehet kikényszeríteni. Az első dolog tehát, amikor a barátságról gondolkozunk, hogy ne érzelmi szükségeink megoldását keressük benne. És mindannak, amit a példabeszédek ebben az igében elénk hoz, amit a barátságról tanít, ez a kiinduló pontja. Hogy ne érzelmi szükségeink megoldását keressük benne. A második kérdés, amiről szeretnék közöttetek szólni, az, hogy kész vagyunk-e korlátozni magunkat egy barátságban. Ezt két bölcsmondáson keresztül vizsgáljuk, és fontos látnunk azt, hogy a barátságban ismernünk kell a határokat. Ismernünk kell a saját határainkat, és jó, ha megismerjük a másik embernek a határait is. Az első bölcsmondás így szól, ritkán tedd lábadat embertársad házába, mert megsokalja és meggyűlöl. A barátunk az, aki örömmel fogad az otthonában, aki szívesen vendégül lát minket, de vigyázzunk, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Éreznünk kell a határt, és néha tartsunk önvizsgálatot, hogy jó-jó, hogy sokszor ott vagyok, vagy sokszor elmegyek hozzá, de nem vagyok-e túl sok? Nem ülök-e rá az egész életére? Nem vagyok-e útban? Nem okozok-e neki gondot a jelenlétemmel? Figyelembe veszem-e azt, hogy neki mikor alkalmas az időpont, vagy egyszerűen csak folyton megjelenek nála, és teljesen természetesnek veszem, hogy ő a saját házában vendégül fogad engem. A második mondás pedig szintén ilyen egyértelmű, mint az eszeveszett ember, aki tüzes és halálos nyilakat lövöldöz, olyan az, aki becsapja embertársát, és aztán így szól, hiszen csak tréfáltam. Viccelődés a baráti közösségben, biztos, hogy mindannyiunkkal előfordult már ilyen. Sokszor egy olyan poént mondunk el a másik ember előtt, vagy éppen ami róla szól, amihez lehet, hogy jó képet vág, ami lehet, hogy közösen nevet a többiekkel, de belül fájdalmat okozunk neki. Egy ilyen a mondásban fent említett tüzes és halálos nyilat lőttünk belé. Mi kell ahhoz, hogy ezeket a határokat önmagunkban észrevegyük? Mi kell ahhoz, hogy képesek legyünk ezeket felismerni? Egyetlen dolog biztosan, és itt most kicsit visszatérnék az előző kérdéshez, ne önmagunkért legyünk a kapcsolatban. Mert ha a saját szükségünk vezet, az soha nem vezet semmi jóra. Biztos ezt is már megtapasztaltátok néhányan. És akkor ezek a mondások, ezek mind-mind elő fognak jönni az életünkben. Akkor már nem tudjuk magunkat visszafogni, és minden rólunk fog szólni újra. És újra beleesünk abba a hibába, hogy nem tekintünk a másikra. Nem a másikat helyezzük előtérbe, hanem önzően csak is önmagunknak a kénye kedvére szeretnénk ebben a kapcsolatban részt venni. Az fog számítani, hogy a nekem legyen jó, hogy az én poénjaimon nevessen mindenki, ha én vidám vagyok, mindenki legyen vidám, ha szomorú vagyok, mindenki legyen szomorú. Ezek olyan élethelyzetek, amiket már én is megtapasztaltam, biztos van közöttetek, aki szintén átért már ilyet, egyik vagy a másik oldalon, de ahogy az igében olvassuk, ez nem jó. Az ilyen embernek sajnos nehéz a barátjává lenni, és nehezen tűrik meg akár egy közösségben. A keresztény közösségben egy ilyen embert, aki erőszakosan és akaratosan csak a saját érdekeit szeretné érvényre juttatni, ugyan eltűrik, de hosszú távon ez nem vezet jóra, és az igaz barátság nehezen születik így, lássuk be őszintén. De itt jön a harmadik kérdés, hogy készek vagyunk-e formálódni a barátság által. Ami az igazi barátság hatalmas ajándéka, és amit megtapasztalhatunk egy igaz barátságban, az a formálódás, de éppen ez teszi ezt a dolgot nagyon nehézzé. Mert az igaz barátságban akarva és akaratlanul is, de formálódik az ember. Ahogy a mondás tartja, vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.
és milyen találó ez a kép, és gondoltam, hogy ez úgy illik ide. Hiszen ahogy elképzeljük, hogy egy vassal egy másikat formálnak, az kemény, hangos egymásnak feszülés, ami akár szikrákat is vethet, sőt, az esetek nagy többségében ez elő is fordul. És így van ez a barátságokban is, hogy formálódunk, csiszolódunk, és ez bizony nem mindig könnyű. És ezzel együtt ott van a másik oldal is, jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak, a baráttól kapott sebek, de család a gyűlölködőnek a csókja. Szeretnénk-e olyan emberek lenni, akinek igaz barátai vannak? Ha igen, azt a kérdést kell feltenni, hogy készek vagyunk-e formálódni? Készek vagyunk-e alávetni magunkat egy ilyen formálásnak? Készek, és egyáltalán képesek vagyunk-e elhordozni az intést, vagy a bátorítást? El tudjuk-e fogadni, hogy ugyanúgy szükségünk van arra, hogy az igaz barát elmondja őszintén a véleményét, tanácsot adjon? Vajon képesek vagyunk-e ezt higgadtan és szeretettel elfogadni? Gyakran előfordul, főleg az olyan barátságokban, az olyan kapcsolatokban, ahol már mélyebben kialakult egy kapcsolat, de még valahogy a bizalom nem 100%-os, hogy az egyik fél valamilyen építő kritikát próbál a másiknak mondani, valamivel óvatosan próbálja megfedni, de ez sajnos nem úgy sül el, ahogy ő szeretné. És hány barátság tönkrement már abból, hogy a másik fél egyszerűen elárulva és teljesen megbántva érezte magát. Akivel ez többször előfordul és visszatérően előfordul, hogy a nagy barátságokból és ezeket a nagy barátságokat most érthetitek egy kicsit idézőjelben is, hogy ezek a nagy barátságok ellenségeskedésbe fordultak át, valószínű, hogy elkövette azt a hibát, amit nekünk nem szabad, és ami ennek az igehirdetésnek a fő üzenete, hogy ne önmagunkat keressük a másik emberben. Ne akarjuk magunkat ráerőszakolni az ő barátságára, hanem próbáljunk egyenrangú félként tekinteni a másikra. Mert sajnos az emberek nagyon nehezen tűrik, hogyha tükröt tartanak eléjük. És így vagyunk ezzel mi is. Ezért próbáljuk ezt mindig szeretettel fogadni, és a másiknak is próbáljuk szeretettel a segítő kritikánkat, vagy az építő jellegű hozzászólásunkat elmondani. Ez nagyon fontos, mert ezzel akár a barátságunkat meg is menthetjük. Aztán a barátság, ha már kialakult, és ott van mellettünk az a másik ember, akkor Isten óriási ajándékát fedezhetjük fel. Mert ahogy megismerjük magunkat, ahogy elindul ez a változás, úgy mélyülhet a barátságunk. És ahogy mi változunk, úgy változhat a másik ember is. Aki erre nem kész, és aki erre a változásra még nem nyitott, annak sajnos nem alakulhatnak ki igazi baráti kapcsolatai. Azért nem, mert éppen ezek a megsebződések hozzák kapcsolatba azt a mélységet, azt az őszintességet és azt az egymás értékelését, ami a barátságot mélyebbé tenné, de ő ezt nem tudja szeretettel befogadni. Viszont, ha szeretettel be tudjuk fogadni, akkor igazi és mély, erős barátságok alakulhatnak ki. De egy felszínes barátság ezt nem tudja elhordozni. Viszont elmélyülő barátság pedig nem is létezik nélküle. Ez lehet, hogy egy kicsit bonyolultan hangzik, de hogyha ezt kicsit forgatjátok még magatokban, akkor ez érthető. A negyedik pont, a következő kérdés, amit fel kell tennünk, hogy kész vagyunk-e hűségesnek lenni, és kitartani egy barátságban. Amit eddig elmondtam, az sokféleképpen sok oldalról közelítette meg a barátságot, mint fogalmat. És ha mégis meg kellene fogalmazni, hogy mi a lényege, hát ebből elég nehezen lehet leszűrni, hogyan beszélhetünk igaz barátságról, de az ige többször elénk tárja a hűség fogalmát. A példabeszédek könyve, ugye ahonnan van a textusunk is, a hűséget, a megbízhatóságot és a kitartást nevezi meg, mint az igaz barátság alkotó elemét.
Ha ezek közül valamelyik is hiányzik, ott már felborul az egyensúly, ott már valami nem 100%-os. És itt még egy fontos ige, amit szeretnék közöttetek felolvasni. Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. És itt jön a képbe az igaz barátságnak az ereje, hogy a testvér a nyomorúságában. Szóval mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Az eredeti bibliai szöveg úgy is fordítható, mindig szeret a barát, és a testvér a nyomorúságra születik. Vannak, akik ebben a kétféle fordításban a barát és a testvér fogalom szembeállítását látják, mondván, hogy a testvéri szeretet mindig hűségesebb a barátinál. De én most azt kérem, hogy több más teológussal együtt, akik vizsgálták ezt a szakaszt és sokat írtak róla, ne ellentétet, hanem egyfajta párhuzamot lássunk. Vagyis az igaz barát szeretete annyira hűséges, kitartó, mint egy jó testvéré. A bajban, a nehézségben ott van mellettünk az igaz barát. Ha valami van, amivel minősíthetjük, ha van egy mérce, amit felmérhetjük azt, hogy a körülöttünk lévő emberek közül igazi barátaink, akkor ez biztosan az. Olvashatjuk még ugyanezt az igét. Van ember, aki bajba jutatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél, ahogy ezt a textusban is felolvastam. Előfordul, hogy bajba kerül valaki, és ráadásul még a barátai is elhagyják. Hát ennél szörnyűbb élethelyzetet talán nem kívánnánk senkinek, és mi magunk sem szeretnék ezt átélni. És ebben a kijelentésben, így az előbb elmondottak fényében, némi szemrehányást is felfedezhetünk. Az igaz barát az, aki mindvégig kitart és hűséges, de van, amikor csak a nehézségben derül ki a valóság. Az a valóság, amit a legmélyebb életszakaszunkban is megélhetünk talán, és akkor kell kinyitni a szemünket, és akkor kell megnézni, hogy ki az, aki ott áll mellettünk. Na arra az emberre azt mondhatjuk, hogy igen, ő az igaz barátunk. A bölcsesség irodalom tehát elég realista. A kellő, az ideális az, hogy az igaz barát mindvégig hűséges, és a nyomorúságban is ott van. De ahogy már említettem az előbb is, a szomorú valóság teljesen mást mutat. Az alkalmanként igaznak hitt barátok egyszer csak eltűnnek, kilépnek a kapcsolatból, rögtön amikor valami apróbb nehézség támad közöttük. Biztosan tényleg mindannyian éltünk már át ilyen csalódást. És most újra hadd tegyem fel ezt a kérdést a nehezebb oldalról. Ugyanis nem azt kérdezi az ige, hogy van-e ilyen hűséges barátunk, aki a bajban is mellettünk van, hanem azt, hogy kész vagyunk-e hűségesen kitart és kitartóan ott állni egy másik ember mellett, aki nyomorúságban, bajban van. És ebből a kitartásból, amivel ott állhatunk ebben a másik ember mellett a bajban, ebből születhet-e igaz barátság. És én bátran állítom, hogy akár mi vagyunk azok, akik bajban vannak, és a mellettünk álló emberek ott vannak és segítenek. Akár mi állunk olyan ember mellett, aki éppen bajban van, de nem szégyellünk segíteni neki, akkor ott megvan a lehetősége annak, hogy igazi, mély barátságok születnek. És ha merünk kiállni a másik ember fájdalma mellett, ha merünk a másik ember segítségére sietni, akkor mi magunk is olyan emberi formálódunk, akikből igaz barát válhat. És hogy mi következik mindebből? Négy kérdést boncolgattunk itt az igehirdetés első felében, de szükség van még egy ötödikre. És erre azért van szükség, mert hogyha az első négy kérdést talán jogosnak érezzük el, olyan tekintetben, hogy tényleg merünk-e formálódni, vagy merünk-e hűségesek lenni, készek vagyunk-e akár áldozatot hozni egy másik emberért, a mélyebben megbúvó kérdésekre ezek nem felelnek. Például arra, hogy hogyan léphetünk ki az önközpontúságból, vagy az önzésből,
hogyan korlátozhatjuk magunkat, vagy hogyan tudjuk áthordozni az intést, a sebeket, hogyan lehetünk hűségesek a bajban lévővel, amikor talán mi magunk is nehéz terheket cipelünk és hordozunk. A példabeszédek könyve elég magasra teszi, szinte már-már elérhetetlenné teszi ezt a bizonyos lécet, de ugyanakkor azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A kulcs az, hogy mi magunk is igaz baráttá válassunk, az Isten ismerete, az Istennek a tisztelete és a szeretete, a vele való élő, igazi kapcsolat. Mert az Isten félő ember egy kapcsolatban, vagy már egy kialakult mély, igaz és őszinte barátságban már nem csak önmagát képes látni, nem önmagából indul, és nem önmagát látja kiinduló vagy befejező pontnak. Nem ő a középpont, hanem az Isten. És ezért nincs például kiszolgáltatva az érzelmeinek, vagy a hiányainak, és ezért képes elhordozni az intést, a sebzést, mert az élete egy sokkal hatalmasabb és szerető Istennek a kezében van, mint önmaga. Jézus megfogalmazza egyik beszédében a kitartó, hűséges barátság teljességét. Ez így hangzik. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Az igaz barát hűsége túlmegy mindazon, hogy velünk van a bajban, vagy mellettünk áll, ha éppen nehézséget élünk meg. Ő a helyünkbe lép a bajban. És Jézus nem csak ezt mondja, hanem ő meg is teszi. Amikor a legnagyobb baj volt, Jézus az emberek helyébe lépett. De vajon miért mondja a tanítványait a barátainak? És mit jelent az, hogy többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Amikor Jézus beszélget a barátaival, a tanítványokkal, többről van itt szó, mint két ember közötti baráti hűségről. Akit itt barátnak nevez, az Úr, az az Isten maga. És ez az Isten egyrészt azt mondja, hogy ő életét adja a barátaiért, a tanítványokért és az egész emberiségért. Másrészt olyan ez az Úr, hogy ő nem követel engedelmességet, úgyhogy közben távol marad. Sőt, úgy hívja szolgáit engedelmességre, hogy közben barátnak nevezi őket. Elmondja nekik mindazt, amit tenni készül. Őszintén feltárja előttük a legmélyebb titkait is. Milyen nehéz ez még, akkor is, ha itt barátainak nevezi őket, mégis mindent őszintén eléjük mert tárni. Mély bizalmi kapcsolatba fogadta a tanítványokat, barátságba, igazi, mély barátságba. És kijelenti nekik, nem másnak, mint az így élő Istennek a titkait. Jézus tehát egy olyan barát előtted is, nem csak a tanítványok előtt, hanem előtted is, aki talán még ennél is sokkal több, mint egy igaz barát. Már nem is tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni, de remélem értitek azt, hogy ő az Istennek a titkait mondta el a tanítványoknak, és ehhez a Jézushoz fordulhatunk mi is. Ő olyan valaki, aki az életét érted adta, aki feláldozta magát, hogy a te életed kérdéseit megoldja, hogy téged megváltson. Megvált a bűnből, megvált a magányból, a hiányból, az énközpontúságból, miközben barátnak mond téged. És sokkal többet tesz, mint egy földi barát. És sokkal többet tesz meg érted, mint amit talán te érte meg tudsz tenni. Amikor egy barátunk valami nagy dolgot tesz értünk, akkor nagyon hálás a szívünk, szinte átjárja az egész testünket ez a hála és az öröm, és valahogy megpróbáljuk ezt viszonozni. És hogyha megértjük, hogy Jézus ugyanezt tette velünk, ő az egész életét adta, hogy megszabadítson minket ettől az énközpontúságtól, és egy új életet adott számunkra. És az ő ajándéka még ebben a barátságban, hogy visszavezet minket a mennyei atyánkhoz,
és ezáltal kezdhetünk el mi is formálódni. Ahogy a vas formálja a vasat, és hogy az ember formálja az embert, úgy formál minket is, más embereken keresztül az Isten. Azt parancsolja nekünk, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És így akarunk mi is engedelmeskedni neki. Hogy úgy szeressük egymást, próbáljunk egymással olyan barátságokat kötni, és próbáljunk egymással úgy viselkedni, úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. És ebből érthetjük meg, hogy mi keresztények a Jézus barátságán keresztül nyerhetünk magunknak földi barátokat, igaz barátokat. És hogy miért mindig az volt a kérdésünk, ez az önközpontúság, ezt többször elmondtam, hogy miért végig ez volt a fókuszban, ez azért fontos hangsúlyozni, mert ezt feloldani bennünk ebből a mélységből, vagy ebből az állapotból csak az Isten képes kimozdítani minket. És csak az ő hatalma képes azt, hogy ezt megváltoztassa bennünk. És ha ez sikerül, ha ezt befogadjuk, ha hagyunk az ő formál, hagyjuk magunkat az ő formáló akaratának alávetni, akkor így leszünk mi is igazi barátságra alkalmas barátok. Jézus által leszünk olyan barátok, akik a barátságot, a baráti közösségeket nem valami elitista klubnak fogják nevezni, vagy nem fognak abból más embereket kirekeszteni, hanem egy olyan közösséget alkothatunk, ami megnyílik mások emberek felé, és képesek ebbe a barátságba más embereket is befogadni. És így kapunk lehetőséget arra, akár gyülekezeten belül, vagy gyülekezetek között is, hogy a közös érdeklődés, és itt jön képbe a gyülekezet, a keresztény hit, a keresztény hitünk mentén köttessenek ilyen barátságok, és szülessenek baráti kapcsolatok. És így léphetünk ki a panaszból, így léphetünk ki a bánatból, vagy az egyedüllétből, és így léphetünk át egy olyan életbe, így kezdhetünk el olyan szemlélettel nyitni más emberek felé, hogy abból életre szóló, igazi, mély és Krisztusban fakadó barátságok szülessenek.